Ahogy megérkeztek Csíkszentmártonba, Csíkszentmárton az Úz-völgyének a bejárata egyébként, a következő felirat fogadta őket a helyi kocsma ajtaján. Magyar katonák, a pincében van seb, a 4 malacot elhajthatják, egyetek, igyatok. Egyébként tudjuk a könyvből azt is, hogy a 4 malacot nem bántották, a serpiszot megitták, hiszen ezek idevaló bakák voltak. Az 1916. októberében történt eseményekről beszélt Nagy Zoltán történész Vásárosnaményban. Az első világháború egyik legfontosabb, győztes ütközetét a Miskolci 10-es gyaloghadosztály vívta, ahol borsodiak, zempléniek és hevesiek harcoltak. Erről a sikertörténetről szól az Előre az Úz völgyében című könyv. A könyvben 150 illusztráció kap helyet, ez egy 380 oldalas dokumentumgyűjtemény 150 illusztrációval, amelyből 120 még idáig soha nem látott napvilágot. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan kötetet hoztunk létre, amely hiánypótló a maga nevében az úz-völgyi első világháborús történetről. Az első világháborúban ott elesett hősök van egy temető, az úz-völgyi temető. Ez 2019-ben híresült el, amikor a moldvaiak elfoglalták az Úz-völgyét, és 52 betonkeresztet állítottak a hadi temetőbe ismeretlen román hős felirattal. Figyelmen kívül hagyva, hogy a keresztek jelentős része alatt magyar katonák vannak eltemetve. Ez látható a Székely TV felvételein. Számunkra fontos az, hogy a magyar nemzeti kisebbség jogait elismerjék. Fontos ilyen szempontból az Úz-völgye ügye is. Az Úz-völgye ügye arról szól, hogy a minket, magyarokat engedjenek meg abban, hogy a kisebbségi jogainkat és az egyetemes magyarság emberi jogait úgy is engedjék gyakorolni, hogy méltóképp tudjunk megemlékezni a halottainkról. Azokról a hősi halottakról, akik az Úz-völgyében nyugszanak. Számunkra ez a fontos. Azt is tudni kell, hogy nagyon sok Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei polgár, nagyon sok Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei embernek felmenőjén nyugszik ott. Számunkra ezért ez egy kegyeleti hely. Az erről szóló konferencia célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, mindenkit megillet a kegyeleti jog. A kerekasztal beszélgetést a Párbeszéd Európa jövőjéről konferencia sorozat keretében szervezték meg, ezúttal Vásárosnaményban.